Dabason átadták az üzemet, vagyis a Vitaford ZRT 4.0-as takarmánygyártó üzemét, ahol 9 emeleten 1000 négyzetméteren folyik a világszínvonalú takarmány előállítás. Közel 500 ember, köztük a magyar takarmányipar képviselői és a Vitaford üzleti partnerei hazánkból és szerte a világból voltak kíváncsiak erre a tűzi játékra. A csipkártyás virtuális üzemindítás is azt mutatta, itt már egy olyan üzemet avattak, amely nem csak ma, hanem holnap is modern technológiával állítja elő a kor legmagasabb színvonalú takarmányait. Megpróbáltuk ötvözni a múltat, a jelent, a jövőt, belegyúrtuk a 45 év tapasztalatunkat, és a világ takarmánygyártásának nem csak jelenét, hanem megpróbáltuk vizionálni a jövőjét is a tervezés során. Az üzem, ahogy említettem, amely minden terméket gyártani fog, képes lesz arra, hogy a jelenleg éves szinten mintegy 1 millió tonna készkeverék takarmány egyenértékünket 1,5-1,7 millió tonnára emelje, és ami ennél még fontosabb, jóval nagyobb hozzáadott termékeket, jóval töményebb termékeket készítsünk és gyártsunk itt. A csúcs technológiás üzemzöldmezős beruházásként készült el, értéke 6 milliárd forint, és a hazai mellett a növekvő exportigények kielégítését is szolgálja. A tervezés 4 éve kezdődött, és napra pontosan 2 év telt el az alapkőletétel és az üzemavató között. Közép-Kelet-Európa legkorszerűbb takarmányüzeme a cég 12 hektáros kampuszán épült meg, az eddigi 4 üzemet integrálják egybe, amely 1000 négyzetméter alapterülettel 9 emeleten közel 7000 négyzetméter technológiát tartalmaz. A 40 méteres gerinc magasság miatt még Dabas rendezési tervét is módosították. Bár ez a helyiek számára természetes volt. Mindannyiunknak egy közös ünnepe és óriási sikere ez, hiszen a társadalmi csoportjaink, társadalmi közösségeink és gazdasági szereplőink közös útjának ez egy nagyon fontos mérföldköve, ahová most elérkeztünk, és ezt nagyrészt köszönhetjük a Vitaford elmúlt 40 esztendejének, annak a nem csak gazdasági innovációnak, hanem közösségi szerepvállalásának is, aminek mindannyian részese lehetünk itt ezen a vidéken. Ezt én nagyon köszönöm. Amikor öngondoskodó szociális programokat indítottunk, akkor is partner volt a Vitaford, és amikor nemzetközi projekteket kellett menedzselni, levezényelni, ebben is példamutatóan élen járt. És minden olyan állami és kormányzati és nemzeti érdeket, amit képviselni kellett és erősíteni kellett, azt mindig sikerrel hajtotta végre. Ezért nagyon-nagyon büszkék vagyunk mi arra, hogy a Vitaford a miénk, mi a Vitafordért lehetünk, és valóban együttműködtettünk és segíthettünk abban, hogy úgy alakítsuk és úgy formáljuk a helyi szabályozást, hogy ez a nagyszerű, fantasztikus üzem megépülhetett. Mégpedig magyar tervezés és magyar kivitelezés eredményeként. Egy olyan rendszert alkottak itt meg, amely képes kiszolgálni a cég premix, koncentrátum és takarmánygyártási igényeit is. 144 alapanyagtartály, 3 keverőgép, 3 granuláló vonal van ebben az automata üzemben, ahol 5 perces ciklusidővel, 2 grammos bemérési pontossággal 60-80 féle végterméket képesek előállítani, mindössze 2 ember felügyeletével, akár napi 500 tonna mennyiségben. A késztermék tárolásnál, illetve az egész üzemben fekete-fehér elven gyógyszeres, nem gyógyszeres termékgyártási lehetőség van, amelyhez igazodik aztán az ömlesztett kitárolás, illetve a 3 darab kiszerelő, zsákos vagy big bag-es késztermék előállító vonal. Végül, amiről még nem volt szó, és ebben tényleg egyedülálló az üzem, hogy a keverőgépektől egészen a késztermék kitárolásig, vagy a feldolgozó vonalakig a termék szállítása adagrendszerbe egy automata konténer mozgatással történik. Tehát nincs a hagyományos értelemben vett szállítás. Így biztosan kizárjuk az egyes adagok közötti keresztszennyeződést vagy anyagelmaradás lehetőségét.
Vagyis nyugodtan állíthatjuk, hogy az üzem 4.0 egyedülálló a térségben, a tervezésénél és a technológia választásnál fontos szerepet játszott a környezettudatos szemlélet és a fenntarthatóság, a jövő nemzedékek iránti elkötelezettség. Csütörtökön, frakciülés után autózom hazafelé, és vezérigazgató úrral arról beszélgetünk, hogy mi fog itt történni kedden. Beszélgetés után bekapcsolom az autóban a rádiót, Kossuth Rádió, és ott azt mondja a bemondó, hogy és kapcsoljuk Kulik Zoltán vezérigazgatót, hogy a fiataloknak milyen jövőt tud elképzelni a magyar agráriumban, és Kulik Zoltán elmondja, hogy rettenetes nehézségek vannak. Ez az iszonyú energiaárnövekedés, amikor egyébként Magyarország is 10 000 milliárd forinttal többet költ energiavásárlásra. Amikor ilyen az infláció, amikor kiszámíthatatlanok a piacok, mikor az üzemanyagára emelkedik, a takarmányárak, a műtrágya, minden emelkedik és kiszámíthatatlan, Kulik Zoltán ott is akkor azt üzente a fiataloknak, hogy hello jövő, hogy várjuk az agrárképzésből kikerülő fiatalokat, hogy igenis, neki, mint Vitafort cégnek joga, kötelessége költeni a kutatásfejlesztésre, a fiatalok képzésére, mert van ebben a magyar agráriumban jövő. És ez nagyon-nagyon becsülendő Kulik Zoltánban, hogy a válság ellenére is látja a jövőt, támogatja a fiatalokat, támogatják a cégnél az innovációt, a tanulást, és várják a szakembereket, és lát egy biztató jövőt még ebben a nehéz helyzetben is a magyar mezőgazdaság és gazdaság számára. A 6 milliárd forintos beruházás egyedi kormánydöntés alapján állami támogatással készült el. A Vitafort egyébként termékeivel a magyar állattenyésztés igényeinek 25%-át szolgálja ki, komplex takarmányozási programokat kínál valamennyi haszonállatra és korcsoportra, a telepi adottságoknak és termelési célkitűzéseknek megfelelően. A cég közel 200 főt foglalkoztat Dabason. Export tevékenysége több mint 30 éve folyamatosan bővül, külkereskedelmi kapcsolatai a világ összesen 21 országára terjednek ki, az innovációra pedig kivételesen magas összeget fordít. Ez jelzi azt, hogy ők versenyképesek fognak maradni a jövőben is, és különösen a takarmány terület egy olyan terület, ahol óriási magyar tudásbázis van, nagyon nagy hagyományok, és ötvözve ezzel a modern technológiával azt hiszem, hogy a jövőre nézve is nagyon-nagyon biztató ennek a cégnek a helyzete. A világban az élelmezés egy kulcs fontosságú kérdés, egy óriási demográfiai átmenet közepén vagyunk, számos világtérségben hatalmas demográfiai robbanás várható. Ugyan Európában inkább a csökkenés látjuk, de ez azt jelenti, hogy élelemre szükség lesz, állatokra szükség lesz, növénytermesztésre szükség lesz, és takarmánygyártásra is szükség lesz. Úgyhogy én azt kívánom, hogy ezt a világtrendet tudja kihasználni jól ez a cég, járuljon hozzá a magyar nemzetgazdaság fejlődéséhez, és amikor majd 10 év múlva a következő beruházást adják át ezen a helyen, vagy 5 év múlva, akkor gyűjjünk össze megint, és gratuláljunk nekik, hogy ilyen fantasztikus fejlődésen mentek és mennek át. Hello jövő, a szlogen. Azt kell mondjam önöknek, hogy az az ünnepi pillanat, hogy ez a jövő elérkezett a mába. Részesei lehetünk annak a technológiai megújulásnak, annak a folyamatnak, ami az egész magyar mezőgazdaságot és élelmiszeripart versenyképesebbé tudja tenni. Az utóbbi időben számos kihívás ért bennünket. Pontosan ezért számos panasz és számos zokszó is hallatszik a magyar mezőgazdaságban és a magyar élelmiszeriparban dolgozók részéről. És ezek jogosak. És ezt nekem, mint agrárminiszter úgy kell fölfognom, hogy ez a modern magyar mezőgazdaság szülési fájdalma. Születik újjá. Kényszerűen, nehezen, de az újjászületés pillanatában vagyunk. Mert mindannyian érezzük, hogy a változtatás, változás nélkül nem fogunk eredményesek lenni, nem fogunk tudni versenyképesek lenni. Ez a legfontosabb üzenet pontosan ennek a mai átadó ünnepségének is. Ha versenyképes akarunk lenni, változni kell. Jó,
mondják a legkisebbek. Könnyű ott, ahol sok pénz van, könnyű, ahol sok szakember van. Na de én, aki kicsi vagyok, az a hírem, nekik is változni kell. Mindenkinek a maga szintjén. A legkisebbeknek is. Mert nem ugyanaz a fajta, nem ugyanaz a technológia, akkor is, ha csak kicsi területen van. Akkor is, ha csak kis gazda vagyok. De mindannyian arra vágyunk, hogy legalább egyen nagyobbak legyünk. Sőt, még minimálisabb célt fogalmazok meg. Túléljünk a holnapot, a jövő esztendőt. Ahhoz is változni kell. Úgy, ahogy apáink, úgy, ahogy elődeink gazdálkodtak, ma már nem lehet eredményesen és biztonsággal gazdálkodni. Meg lehet próbálni, nosztalgiázni, romantikázni, lehet. De akkor ne várjunk eredményt. Csak megújulással, technológiai változással, szemléletváltozással lehet újat alkotni. Pontosan úgy, ahogy itt, ennél a beruházásnál is szemtanúi lehetünk. Ezért is legyen az első gondolat egyike a köszönöm és a gratulációi. Köszönet a bátorságért, köszönet a vállalkozásért, köszönet azért, hogy meglépték azt, amit sokan nem mertek meglépni Európában. A Vitafort 40-44 éves történetének higgyék el, hogy ez a legnagyobb mértékű, legnagyobb kihívásokkal teli, természetesen legértékesebb beruházása, és nagyon büszke vagyok arra, hogy az üzem, hiszen ez az üzem A-tól Z-ig minden termékünket gyártani fogja. Ebbe az üzembe magyar cégek, magyar kivitelezők, magyar vállalatok vettek részt. Ennek az együttműködés pedig példaértékű volt. Köszönöm valamennyi munkatársamnak. Elnézést kérjük tőlük, hogy az elmúlt két évben egy kicsit idegesebb voltam, feszültebb voltam, de hogyha egy kicsit rossz kedvem volt, akkor mindig kimentem és néztem az épülő üzemet.